Üdvözlöm Önöket, Pál György vagyok, az MSP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd közös ellenzéki polgármester jelöltje, egyedüli baloldali kihívó. 53 éves mérnök informatikus vagyok, legtöbben talán a régi bárányuszodából ismerhetnek, hiszen ott nőttem föl, a Buvárklub versenyzőjeként, edzőjeként tevékenykedtem, de a karate révén is sokan ismerhetnek, hiszen most is közel 80 tanítványomnak mutatom az utat a harcművészetek és a karate területén. Három ciklusban már voltam önkormányzati képviselő, frakcióvezetőként koordináltam a képviselők munkáját, négy évig vezettem a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, és önálló képviselői indítványként a nevemhez fűződik Eger első informatikai koncepciója. Azonban 2014-ben már nem indultam újra. Mert elkeserített az, ahogy a Fidesz kiüresítette az önkormányzatokat, és ahogy a helyi szintre is leszivárgott a gombnyomogatásban kimerülő politizálás. Az, hogy mégis itt vagyok, az két dolognak köszönhető. Az egyik az egy nem várt visszalépés volt, a másik pedig az, hogy mérhetetlenül felháborított az, hogy ami vélezülesztették azt a testületet, aminek egykor én is tagja voltam, amiben általam is tisztelt, sok kiváló ember megfordult. Ez ellen tenni akarok. Egernek vissza kell szerezni a méltóságát, rendet kell tennünk Egerben. Az egri demokratikus pártok azzal bíztak meg, hogy tegyünk rendet Egerben minden területen. Először is Egerben meg kell teremteni az átláthatóságot. Nem csak olyan mértékben, mint a törvényi kötelező minimum, sajnos még ez sem teljesül Egerben, de ne kelljen perre menni, erőszakkal kikövetelni olyan dolgokat, amely nekünk, egrieknek a közös tulajdonunkat érinti legyen nyilvános minden döntés. Minden fillérről, minden forintról számoljunk be, legyen átlátható az önkormányzat, és ne csak üres frázis legyen a üvegzsebb program. Ne történhessen meg még egyszer az, ami a Lenkei Ház botránya körül történt. Ne történhessen meg még egyszer az, hogy bárki is a piaci ár négyszereséért valósít meg valamit a közös kasszánkból. Egyre nagyobb gondot jelent értékeink védelme Egerben. Felnémeten, a Töviskestéren, de már a belvárosban is szinte nap, napi szintűek lettek a betörések, az autófeltörések. A Fidesz rá sem hederít a problémára, kínai rendőröket akar behívni az országba, de mi magyarok meg tudjuk védeni magunkat, ha adnak hozzá eszközt és lehetőséget. Ez a probléma ez nem ma keletkezett. A jelenlegi képviselőtestületnek lett volna rá 5 éve, hogy kezelje a helyzetet, és nem pedig rendkívüli kampány közgyűlés kellett volna összehívni, hanem szisztematikus munkára van szükség. Ezért fel fogjuk állítani a városi rendészetet. Nem csak eszközökkel, de megfelelő létszámmal hatékonyan tudják végezni majd a dolgukat. A félreértések elkerülése vége szeretném mondani, hogy a polgármesteri hivatal keretein belül ma is létezik egy rendészeti csoport, de a feladat és hatáskör ö, meghatározás szerint csak közterületfelügyeleti funkciókat látnak el, Miközben az önkormányzati törvény lehetőséget ad arra, hogy a helyi közbiztonság, az önkormányzati vagyon és egyéb értékek védelme érdekében kényszerítő eszköz alkalmazására jogosult szervezetet hozzon létre az önkormányzat. Mi ezt fogjuk tenni. Mindenki kérdezi tőlem, hogy miközben a Fidesz kormányzat folyamatosan sarcolja az önkormányzatokat, mit lehet tenni a finanszírozás fenntarthatóságának az érdekében. Nos, a város rendelkezik tartalékokkal, a gazdasági társai, társaságaink észszerűsítésével, a megváltozott szabályozási viszonyokhoz való alkalmazkodással 100 milliós nagyságrendet tudunk megspórolni, az energetikai fejlesztésekkel pedig hasonló nagyságrendet tudunk majd megtakarítani. Olyan sem fordulhat elő még egyszer, amit a mostani városvezetés megmer tenni, hogy az egernek megítélt a számlájára átutalt 11 milliárd forintot, ahelyett, hogy az egriekre költötte volna, visszautalta az Orbán kormánynak, Mészáros Lőrincnek pedig a város számlavezetését odatta ajándékba. El kell kezdenünk Egerben is az uniós források bevonását az Eger életébe. Ne az Orbán kormány kegyelméből jussunk forrásokhoz. Valósítsunk meg minél több fejlesztést a városban közvetlen EU-s támogatásokból. Mindannyian érezzük azt, hogy az elmúlt öt évben elveszett az élhetőbb város létrehozására való törekvés. De mit is éltünk élhetőbb város alatt? Négy dolgot szeretnék kiemelni a koncepciónkból. Az első a közösségi közlekedés. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy minden egri lakos számára 1000 forintba kerül az éves buszbérlet, de ez nincsen teljesen így, hiszen az idei költségvetésből is 1,3 milliárd forintot fogunk a volántársaságnak átutalni. Miközben? Mindenki járatkimaradásokkal szembesül, késésekkel szembesül, és jelenleg senki sem ellenőrzi, hogy a volán ezért az 1,3 milliárd forintért vajon maradéktalanul teljesíti-e azt, amit a szerződésben elvállalt. Valószínűleg, hogyha egy ilyen független járatellenőrzést végeznénk, egy járatszámlálást, akkor meglepő eredményeket kapnánk. A katonatéri Szűkre szabott parkolóház mellé lett egy másik parkolóházunk is, ami csak akkor nem ázik be, ha éppen nem esik az eső. Úgyhogy arra szeretném kérni a jobboldali politikusokat, hogy parkolóházat már még egyet ne akarjanak egerbe építeni, mert ez az első kettő sem sikerült nekik. Helyette ki kell dolgozni egy, az egész városra kiterjedő parkolási koncepciót, amivel meg lehet növelni a parkolóhelyek számát a városban. A felsővárosra már konkrét tervekkel rendelkezünk, de először mindenképpen társadalmi vitára fogjuk bocsájtani a koncepciót. Fűfa virág szoktuk mondani, bár ebből az elmúlt öt évben az egriek számára inkább a fű jutott ki, bár az egészen jó magas méretekben. Úgy tűnik, hogy a Városgondozás Kft. az egri közterületeknek a gondozása helyett jobban törődött aldebrői fenyőfáknak a kivágásával, mint hogy a mi területünk rendezett legyen. Azonban nem lehetünk igazságtalanok, mert minden cég csak annyi munkát tud elvégezni, amennyi forrás biztosítanak a munkája elvégzéséhez, és úgy tűnik, hogy a mostani városvezetésnek, mintha ez nem lett volna fontos, és nagyságrendekkel kevesebb pénzt biztosított a városgondozás KFT-nek, mint az elmúlt időszakban volt, és ez nem volt elégséges ahhoz, hogy megfelelő munkavégzést tudjanak csinálni. Talán a cég is törekedhetett volna egy picit több piaci árbevétel beszerzésére, hogy gondozottabb legyen a város. És hogyha már növényekről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy sokan szívesen gondoznák a kerteket, a kiskerteket, a felsővárostól a Lajosvárosig, hogyha kapnának hozzá egy pici minimális támogatást is. És a dobótéri sivárságra is valamilyen megoldást kell találnunk, még ha csak azokra az időszakokra is, amikor nincsen nagy rendezvény. Dübörögnek egerben a munkagépek, megy a kampányaszfaltozás. Csak az a kérdés merül fel bennem, hogyha az utolsó hónapokban ennyit kell aszfaltozni, akkor mi történt az elmúlt öt évben? A mi terveinkben egy olyan kátyúmentesítési eljárás szerepel, amely már több helyen jól működik az országban. Ennek a segítségével a probléma felmerülésekor azonnal meg lehet szüntetni a kátyút, nem kell kerülgetni a feltört aszfaltot napokig, amíg jobb esetben melegen megérkezik az új aszfalt. Ez a megoldás teljesen időjárás független, gyakorlatilag kátyúmentessé lehet tenni a így egert. Ha élhető városról beszélünk, akkor pedig beszélnünk kell arról is, hogy jól van-e az úgy, hogy a Fidesz Egerben az óriás pakátjaira többet költött, mint amennyi a város oldáink felújítására idén költeni tudunk. Szerintem ez nincs így jól. És szeretnék egy olyan területről beszélni, amiről kevesebb szó esik, de egy nagyon fontos kötőszövete a városnak, ezek pedig a civilek. Itt van egy olyan adósságunk, ami mellett nem tudok szó nélkül elmenni. Idén a civil szervezetek támogatására 5 millió forint van betervezve a költségvetésbe, ez 18 évvel ezelőtt, 2006-ban 7,2 millió forint volt. Ha az összesített halmozott inflációt nézzük, akkor ez 100% volt, több mint 100% volt ebben az időszakban, így igazából idén legalább 15 millió forintot kellene kapniuk ahhoz, hogy ugyanott tartsanak, mint 2006-ban. Az pedig az emberi értékeink kimondott elpazarolásának tartom, hogy a fertánymesteri testület tagjai nincsenek jobban bevonva az önkormányzat munkájába. Erős társadalmi kapcsolatokkal, helyismerettel rendelkeznek, Csatornázzuk be azt a felhalmozott tudást, aminek a birtokában vannak. Ha szeretnék, hogy újra rend legyen Egerben, hogyha szeretnék, hogy Eger újra egy nyugalmas, fejlődő pályára álljon, akkor június 9-én szavazzanak rám, és szavazzanak az ellenzék összefogás jelöltjeire. Köszönöm szépen!